Idén már ötödik alkalommal csatlakozott a Fehérló Közösségi Ház a Nemzetközi Árszakra Fesztiválhoz, aminek keretében egy kiállítás megnyitóra várták az érdeklődőket vasárnap délután. Ezúttal Magyar Mónika és Szőcs Géza vallási témájú alkotásai kaptak helyet a tárlaton, amit hivatalosan Mácsady Orsolya nyitott meg. A művészettörténész köszöntőjében elmondta, az Árszakra Fesztivál idei elmondata, a legyetek mindjárt egy, közösségformálásra hív mindenkit. Legyetek mindjárt egy, hangzik hát az idézet. Egyé válni Istenben, és megtapasztalni a csodát a Földön, csak is a művészet által lehet. Egyé válni a művészetben, és lényünk révén a magyar kultúrában, ez a mi sors és vallási közösségünk, ez a mi jobbunk. Ebben a vallásban egyszerre együtt, mégis külön-külön vagyunk jelen. Együtt imádkozunk, együtt jónunk és áldozunk, de mindegyikünknek megvan a maga kapcsolata Istennel, vagy nevezzük bárhogy ezt a transzcendens világot. Mácsady Orsolya hozzátette, a Szemlélek cím utal a kiállítás koncepciójára is, az alkotók egymásra figyelnek műveikkel. Magyar Mónika képeinek egyik fő motivuma a szem, amiben minden tükröződik, sokszor ugyanis az életben is egy pillantásból megérthetünk mindent. Szőcs Géza absztrakt, figuratív munkáiban pedig szintén bátran használja a grafikát. Az Árszakra Fesztivál Moson-Magyaróvári kiállításának vendégeit az Artflexum Művészeti Társaság ajánlja minden évben az intézmény figyelmébe, így mutatkozhatott be ezúttal a soproni grafikus házaspár. Korábban, évekkel ezelőtt mindig csoportos kiállítás jelentkezett az Egyesület itt a Fehérlóban. Ezzel a hagyománnyal tavalyi évben szakítottunk, és tavalyi évtől egyéni kiállítással jelentkezünk az Árszakrán. A munkák mindegyike a Szemlélek kiállításra készült. Szőcs Géza erős grafikus indítatású alkotásai, részkarcok, mély nyomással készült technikák kaptak helyet a tárlaton, de maga a nyomóforma is megtekinthető. Az alkotások mindegyike szakrális témát dolgoz fel. A művészet az nagyon erősen kapcsolódik a szakralitáshoz, a mélyebb gondolatokhoz, vagy azokhoz a rétegekhez, amivel a nem foglalkoznak úgy általában az emberek, és a mi csarnokban is, ami volt kiállításunk annak idején, mint a szakrális kategóriában voltunk besorolva. Nem tudom elképzelni, hogy a művészet más gondolatisággal is bírhatna. Magyar Mónika ezúttal a technikákat váltogatta. A kiállításon szénrajzok, pasztel és kollázs alkotások, de egyedi nyomhatások alapján készült művek is megtalálhatók. Van egy úgynevezett mezó tintó technika, aminek van egy himbavas nevezető eszköze, és abból például így a papírra bele lehet dörgölni mindenféle felületeket, és annak van egy érdekes struktúrája, amiket én kiszoktam így használni, és megpróbálom a képeket ennek megfelelően alkalmazni. Tehát kicsit a véletlenszerűséget kihasználom a tudatossággal, de mindenképpen vázlatokat készítek, és utána a vázlatokat a kész produktumig. A Magyar Mónika és Szőcs Géza munkáiból nyílt Szemlélek című kiállítás egészen október 6-áig tekinthető meg a Fehérló Közösségi Házban.